Köszöntök itt újra mindenkit, visszatértünk, és a mai nap Gartic Phone-ozni fogunk, amit már nagyon régóta nem játszottunk, ugye ez az a rajzolós per irogatós játék, ahol a másikat meg kell lepni különböző kis sketchekkel, és ebből kell vagy kitalálni, hogy a másik mire gondolhatott, vagy pedig folytatni az ő rajzát. Na, írj egy mondatot, Tóth Gabriella táncol, vagy Goth Balleriana. Tóth Gabi! Oké, okay. Hát akkor ez lesz Tóth Gabi. És a szelei. Sűn világuralom. Nem rossz, nem rossz. Ez egy kék bolygó. Rájöhetnek a kontinensek. Na és akkor hogy rajzoljuk meg a sűn? Tehát legyen neki kerek hasa. És így meg feltartja a kezét. Két lábon álló sűn amúgy ő. Na hát a fejével lesz a nagy baj, mert ugye eddig még bármi lehet. Ez akár Tóth Gabi is lehet. Nem tudom. Mindjárt sűn fejet hogy rajzoljak? Nem tudok sűn fejet rajzolni. Egy szem, még egy szem, ez elég csúnya, tudom. És akkor jöhetnek a tüskék, amik ilyen barnák lesznek. És lesz köldöke neki, vagy nem tudom. Ja, köldöke minek van? Nincs is köldöke egy sünnek. Hát az csak az embernek van. Jó. Vagy hát értitek, olyan típusú köldök, amit el tudtok képzelni. Na ez mi, amit látunk? Túl égett kenyér? Bencére, nem tudom, Bencére vár. Jaj, ne, kényért írtam! Ne! Ó, oh. Blahaj a nightclubban. Blahaj, ezt tudjátok mi? Az IKEA-s cápát hívják Blahajnak. Így, ez így jó. Fú, basszus, ez éppenséggel így, hogyha rajzolok neki egy ilyet, akkor egy narvál lesz belőle. Ez egy IKEA-s Blahaj. Úristen, na jó. Így. Hegye, ez fontos, hogy egy cápánál mindig hegyes legyen. Itt van a szája. Ez így már laza. És akkor ilyen zene doboz, vagy zene, ilyen tititá, vagy nem tudom, tudjátok, hogy sose foglalkoztam zenével. Rajzolok egy violin kulcsot. Jó, nem tudom, hogy kell violin kulcsot rajzolni. Hogy? Nem tudom, hogy áll össze? És én egyébként elmondom nektek, hogy én rajzversenyt nyertem gyerekként, többször is, egész a 7. koromig, még én folyamatosan nyertem a versenyeket. Oh fuck, na mindegy. Ez csóró kutya, és az karácsonyi űrlény. Kék űrlény, ez is űrlény, táblával a kezében, ami azt írja, hogy I'm blue. Ez egy humanoid űrlény lesz, bár sokkal viccesebb lenne, hogyha inkább nem humanoid űrlény lenne. Legyen egy ilyen blob. Úgyis, hogyha a valóságban űrlények léteznének, vagy hát intelligens életformák, elég kevés eséllyel nézzének ki úgy, mint az ember. A bolygó is, ahol van, ilyen rózsaszín a talaj. Itt van. Itt egy darab kő. Legyen három szeme. A szart. Legyen egy szeme. A tábla is csak így itt legyen beleszúrva így. És akkor ide beleírjuk. I'm blue. És akkor alatta lesz az, hogy I'm blue. Ez itt alatta van. És akkor itt van valami űrlényes növényzet. Figyeljetek, ettől lesz szép a rajz. Oké, szép lett? Most rajtad a sor, hogy körülüld ezt a jelenetet. Bogár. Bohár ember. Bogár ember elveszi a sapkát. Nem tudom. Kigyú? Mi az a kigyú? Bence bemutatva emel föl 200 kilót. Egyébként ezek mesterművek lennének. Hoppa. Csak hát ugye az idő nincs elég, lesznek a hasizmok, ezek itt kockás, meg egy kocka mellkas, meg még egy kocka mellkas, meg még kettő bimbó ide. Lábra nem edzett, mert kihagyta a lábnakot. Jó lesz. Ja, várjál, nem mutat be! Nem mutat be! Tényleg! Hogy mutasson be? Itt ezzel, így. Ez mi? Jaj, ne. Erről ilyen, úristen, Vietnam flashback-én vannak, ilyen borzasztó gyerekkori élmények. Ida néni és a matek óra. Ez az. Ida nénivel nem volt egyszerű a matek óra. Meggyesné, tálas Ida! Meghúzott mindenkit. Azóta is félek ettől a névtől. Gófri horgászik. Itt egy gofr. És rendkívül boldog gófri lesz belőle amúgy. Ez nem boldog, egy pszichopata. Aj, de csúnya! És még, figyeljetek, még erre is van idő. Halacskák. Rajzolok neki még ilyen szemeket is.
Te még pszichóbb lett. Fogagat. Yes! Úristen! Nagyon... Nem jó. Nem jó ez a gófri. Jó, ez így. Teknős? Ez mi? Teknős headsetben cukornádat növeszt. Valami vízilény tehérre gondol. Gondolom, ahogy haladunk előre, és egyre jobban átalakulnak a rajzok, egyre nehezebben kivehető, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Szóval most már ott tartunk, hogy hát ez már bármi lehet. Valami vízilény. Ez is lehet egy vízilény, nem? Ez egy hal, ez egy vízilény. Nekem nem mondja meg senki, hogy ez nem vízilény. Itt lenne a szája, itt van. És gondolatokat, azokat így szokták jelezni, ugye így buborék, buborék, buborék. Tehén. Hogy miért pont a tehénre? Lehet lilával is, lehet lilával kellett volna rajzolni. Én úgy tudom, hogy léteznek lila tehenek. Azt mondja majd, hogy mu. Kicsit erőszakosabban kéne mondani, nem? Hogy mu. Chest Fitman új itala. Hashtag szponzoráció. Hashtag reklám. Na mindegy, megyünk hozzá egy kis szájuk hívásban. Milyen lesz? Kíváncsi vagyok. Sziasztok. Na, hello, hello. Hogy érzitek? Hogy érzitek? Jók lesznek? Hello, menjen egy felolvasás. Menjen, az kell, az nem maradhat el. Blahaj babbal bálmodik kacsintó fej. Hogy te vagy? Igen, a Blahaj az csak Zalán lehet. Jaj, de szép! De gyönyörűt rajzoltál. Balahaj, aki babal álmodik. Balahaj. Babal. Aki babal álmodik. Aki babal álmodik. Ez egy baktérium is lehet. Miért penészes az a babal? Miért ilyen formája van? Babról álmodik. De még így is meg lett. Ja persze, oda van írva, hogy bab. Igen. Ó, tudod, mi lett. Te búha elveszett egy picit. Kis delfin szivarokkal álmodik az ágyán. Szivarokkal álmodik. Amúgy ez mekkora reklám az IKEA-nak, hogy mindenki tudja, hogy a Blahaj az egy cápa. Az egy szarvas. Hogy jött a szarvas oda? Szivarból szarvas lett. Az hol szivar? A Blahajból meg narvány. Arvasról gondolom. Jézusom, Paldon. Ez szemüveggel sem látom. Egy karthal egy őzről álmodozik. És ki? És ki találta? Hogy tegyük, ez az abomináció, ez egy őz. Ez is elég önvonalulni azokkal a formákkal. Egy torpedó. Egy karthal a kizsömire gondol. Minimalista. Jöthetnénk a körök a karikáknak a használatát. És ez még csak az első kör volt. Igen. Van még 16. Én már sűn világ uralom. Szerintem. Ahmed most jó. Úristen, köldöke van. Azt nem tudom, miért csináltam neki a köldöket, én is elbizonytalanodtam közben. Nem, azt kell oda, azt kell. Sündisznó a földön néptáncot járté. Az nagyon jó. Járté. Aha. Ez mi az én ilyen vérdisznó? Nagyon komoly. Az rohadt ijesztő, Paldon. Latinekel. Ez hogy? Ezt a szegényen átmentek, de legalább ötször. Lába az már végig. Íííí, latinekel. Íííí. Szupi megérül neki, és még hozzáadat, hogy íííí, ez az. Itt egy kézre értem, és nem sikerült. A latin az hova tűnt? Tényleg, a sűrűsak. Latinval mi lehet? Valaki hangjegyeket köpköd. Ezt szoktam meg én. Úristen, az az arc. A lelkemben nézik. Nagy... Ez az iskolai süttyó buli. Egy barna hajú ember köpködve énekel.
Elviszte csaj na, volt, itt mi volt? Itt átműtették, láttam! Biztos az óvodában talán. Már ott! Nelukó, kékhajú, rabgodó énekel. Rabgodó? Így kell énekelni a repgadot, hogy... Rabgodó. Rabgodó, nem? Ez nem én vagyok, vagy tudjuk. Dehogy nem. Nem én vagyok. Nelu énekel, és nagyon teszik nekem. Eszik. Szorinak a legjobbak az írásai. Igen, nem is a rajzok. Csak le kell írni, amit mi rajzolunk. Egyből írja, és nem nézi meg utána, hogy mit írt. Nem javítja ki az autókor. Letétke üti Bencét és Lindást. Pardon, te olyan kicsibe rajzolsz, hogy így rendesen szemüveget kell vennem, hogy lássam. De kíváncsi lennék, hogy az a sűn, az a saját fejével üti őket? Igen. Valami sűnisznó sapkát lop két emberről. Sapka? Ihogy ez ebből lett. Ó, igen, most én is tudom, hogy ez hova tart. Nem jó irányokban. Sűnvisznó ellopja szomorú csávó sapkáját. Remélem, nem. Én mindig nem tudom, merre fog menni. Én tudom, sajnos tudom. Én tudom. Én kaptam egy olyat, hogy egy katicáról elsik a sapka, tehát a sűnből katicára. Bogár ember veszi a miért áll a két lábán? Itt lesz ebből katica valószínűleg. Abul olyan, nem tudom, mi ez. Rosszabb. Ez egy szomorú hangya. Amúgy ez egy hangya. De az nem is bogár. Ez egy hangra? Az egyetlen dolgod az azt, hogy bogarat rajz vagy. Nem az volt a film cím, hogy egy bogár élete? De az el volt cseszve. Nem is a hangjáról szólt, hanem valaki másról, aki bogárod talán. Ez nagyon jó. De nem csótány. Ez csótánynak szárnya van. Ennek sincs szárnya. Jaj. Hogy indít a katica? Bogár kalapját elfújta a szél. Így. Gondolom, valaki rajzott. Katica. Na, ja, igen. Ezt kaptam meg. Honnan is indult ez? Elfújta a szél a katica kalapját. Nem te írta azokat. Ja, sült el. Onnan, hogy letét üti Bencét, és Lindász. Igen. De nem kapott elég ennivalót. Úgy jöttünk el oda. Hogy találtad? Zoli, hogy találtad ki, hogy Zoli oda sapkát rajzolt? Lefújja az a csillag-csillag-csillag-csillag szél a katica szapiját nagyobb, mint szomorú arc. Nagyobb, mint szomorú arc. Jaj, múltkor itt volt a csalódott. Nem, a szkeptikusan mosolyú. Jaj, szkeptikusan mosolyú. Katica szomorú, mert elfújta a gombáját a szél. Gombája? Az egy gomba. Az egy gomba. Igen. Az egy gomba. Change my mind. Te fújj a szépen. Csatahalakkal csónakázó Bence. Csatahal? Az mi? Nem tudom. Én így rajzoltam le őket. Ez jó. Csak miért ilyen troll face az én? De hol a csónak? Ez nem alatt. Sok kérdésünk. Hát akkor az arcon ez a csónak. Bence szembeszáll a katonai harcsákkal. Katonai harcsa! Amúgy steampunk utalás. Aj, ne! Bence elkapott egy halat, de ment kardalás megeszi. Nem volt idő befejezni. Mi lett a melkasomon? A ruha lemaradt. Az nem is kell. Hát mert lett volna a háttér, tudod, hogy folyó kardos harcos, nem Bence, mert felül mesztelen. Mert felül mesztelen. Ez nem Bence, kész. Ez kopasz is! Ez iskolai puli miért megint. Miért ilyes tejemberkő karddal? Tejember. Hát mert hogy néz ki, hogy milyen bőszer? Nem mondaná, hogy tejember. Na de amúgy, hogy ez a Bence tetszett, nektek majd mi lesz, amikor tudul Bence? Az a tejember! Az nem az egy dofosz szigi. Harcos kólagép vagy. De azt egy kólagépet adtam neki, szóval... Itt szenvedtem, hogy milyen szintű te, és nem tudtam megcsinálni a stokot. Hogy nem tej? Lett belőle tej. Te. Ja, azt hittem visszatért a tej valamit. Egy kóla lövöldöz.
Az a száj, az olyan jó helyre lett rakva. De hogy egyébként... De hogy a tűz a kedvencem a pisztolynál, az nagyon nekünk. Érdekes megfigyelni, nem, hogy senki nem rajzolt a kékbe a kólát, hanem mindenki piros szinten ad neki. Én ezt úgy gondoltam, hogy ez már az íze, a kópos márka nélkül. Azért írtam kóla ízű italt. De jó. Tóth Gabi és a szelei. Ez az. Biztos tél. Miért törülsz ennyire? Hát szívvel velő. Ó. Nem maradtam. Ez miért nem tudom mit csinálni. Nem rajzoltál egy Eminemet, vagy valamit. Ez nem tél. Ez eddig tartott. Felhőhajó srác. Lármásnunkon. Nem tudok. Ez vége. Egy random szabázik a vihar. Subázik. Ez, hogy subázik. Ez lemaradt. Subázik. Egy random subázik a vihar. Tényleg egy sub lett belőle. Jó, mindegy, nem értem. Viccelő fizető kérdezi, mikor lesz Minecraft teampunk. Igen. Nagyon eltértünk Eminem. Jó, hogy ez volt! Igen, nem tudtam leírni rendesen. Eltűnt a Minecraft. Ez a tény volt. Eltűnt. Eltűnt. Ne puf. Windows nem viszi el az 1100-t. Ez honnan szerezzel? Mi? Ja, már a római számot úgy olvastam. Jó! Úristen! Soha nem jöttem volna rá. Az 1100! Windows 11-en nincsen Minecraft. Minecraft. Igen, mert a miénk. Én át akarom nevezni a Minecraft ikonját most 1100-ra. Én már megyek is. Hol van? Nem megy a MC a Windows 11, mert csillag. Hát ezt tőle eltértünk egy csöppet. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kontrollőr. Windows megártott. Kontrollőr. Az a baj, hogy ezt nem tudom rendesen lerajni. Szürke kontrollőr lol. Kontrollőr. Kontrollőrök vannak. Egy köcskeméti. Valaki játszik egy konzolon egy szöke karakter. Nem ott volt, hogy LOL, és le akartam rajzolni a flagból valamit, csak nem tudtam. Oh. Az a demácia akart lenni, csak úgy mondtam. Oh. Demácia! Webens konzol gamer lesz. Minden szöke karakter, Bence, mostantól. Melyik kontrolleren van 8 darab gomb a joystickek helyett? Nem tudom, nekem nincs. Egy csávó ragel és szétver mindent. Ragel. Meg ő nem azt mondta, hogy ragyás amúgy. Hol ez mi? Villám és belecsapok még pluszba. Nem elég ideges, még az áram is megvág. Bencus Rage-ol a kodon. De most ez hogy? Ebben hogy lettem én? De hol van a CH végére? Ja, hogy... Ott egy Nicki Minaj a képe. Oh. Egy szőke hajós rátkodozni próbál. De a Nicki Minajból fekt, biztos, hogy abból ismerte fel a holló. Bence áll a setup előtt. Tényleg, ez a streamer szimulátor, fanat. Júj. És ez egy kontrollerből lett. Ramot erőteknős. Ez az volt. Hát ez így hol? Ez nagyon is egyébként teknős eszi az RAM feliratom. Az RAM feliratom. A teknős megeszi a RAM-ot. De ez tök jó, ez eddig a legjobban megy végig. Mert mindenhol oda írva, hogy RAM. Na majd mindjárt. Eddig a pillanat. Én azon gondolom, hogy első randomban szívemet azok nem dolláról jelek egyébként a teknős. Most van a változás. Egy teknős billentyűzetet eszik. Na, igen. Ennyi volt. De még eszik. Azt a... Holló! Én ezt le akarom menteni. Ez már profi. Ez szerintem Ctrl-C, Ctrl-V volt. Ezt mentjük. Teknős elviszi a billentyűzetet a szájában. Vajon beitorkozza?
Aha. Valaki klippel. Ez mi történik? Mi nyúlik ki a teknősből? Ez egy kábel. Villentyűzet, teljesen jó. Gamer teknőc nád előtt áll. Ó, most már akkor tudom, hogy jutunk el idáig. Egy Ultimate Gamer teknős learatja a cukornádat. Hát Ultimate nem lett, de Gamer lett. Úgy lehet, oda volt írva, hogy 32 gigaram, vagy ennyi. A színezés borzasztó lett. Teknős headsetben cukornádat teknős. Növeszt. Ja, megpróbáltam ezzel kifejteni, de nincs sok zöld árnyalat, ez a gond a játék. Lehet custom color-t beállítani. Van ja, pont. Keres. Ezt a mondatot nehéz lesz lerajzolni. Na jó. Na szép. Benny! Jó, én ember rajzoltam, az anatómia azért nagyon durva lesz. Spotter Bence 200 kilót deadlift-el. Tehát ez két oldal, az már 400. Minden. Na nézed. Az anatómia. Basztal, Zoli! De jó. A kezeim, azok már más kérdés. Te is rajztáplával vagy? Vagy mi? A bal kezel leszakadt. Én is azzal vagyok. Igen, az leszakadt, hogy nem bírtok. Igen, azok az idegű végződések. Kinyú Bence bemutatva emelte 200 kilót. Így úgy, hogy jutottál hozzá. Kígyót kellett volna rajzolnod, hogy kígyó. Ott egy kicsit bemutat a sztratégiaitek. Nem nagyon, picit. Úr is, semmi történt. Ez ilyen Rocky Bence. De egyre izmosabb. Gyurmázós Benszus. Ó, ez gyurmázós. Egy szőkehajú ember felrúgott egy Play-Doh-hoz vödröt. Dohos? Play-Doh-os. Hát az aztán bármi lehet ott lent a földön. Szerintem az egy vedett szarok. Nem veszi eszre a vigyaz, ez csillager, tablat, es el se tál. Es el se tál. Ez milyen? Kiégett a szeme egy embernek a szartól. Na de holló, egy finom hölgy. Nem vagy arra, mit mondjak? Bence egy fára ragadt uborkát próbál leszedni. Ebből mi lehet? Hogy ez az volt? Hogy mi az a rúd, ami kijön a Bencéből? De miért ülök székje hozzá? Csak székbe tudtok elképzelni, vagy mi? Egy kézzel és egy... Nem tudsz sétálni, csak székben tudod. De nem úgy, egy kézzel és egy lábbal próbálja egy méterről kiszedni azt a cuccot. Az a baj, hogy három végtagja van, ahol hiányzik. Bence fátyár. Ez jó, én baba. De jó. Fahes szok kisfiú. Egyre furábban írjátok le a Bencust. De tökéletesen ejti, az a legjobb. Tudom, mert ezt én mondtam, hogy legyen CZ-vel. Benc összeszedi az óriás ribizliket. Ma reggel úgy becsípődött a nyakam, hogy pont kéne érzés volt, mint ahogy ott ábrázolva van. Mi ez az arc egyébként? Van nem arc. Hogy hívják ezt a spanyol videós? Ezt szokott ilyen feleket rajzolni. Bence paradicsomot szed egy bokorról. Ebből még visszakanyarodunk az almára, érzem. Hát a tiltott gyümölcs, ez már megvan, hogy paradicsom vagy alma. Paradicsom az mi ott a terem bokor? Szed egy almabokorról. Nem almabokor. Hát a de paradicsom az a mi olyasmény. De az paradicsom palánta. Hát jó, de bokornak szed. Jó, egy kombó. Just Weedman új itala. Ez volt a végszó. A szponzorált végszó lett. Egy pék kenyeret süt nagy lángon. Fontos, hogy nagy lángon. Ez nagyon nagy láng. Amúgy a láng kivételével jó. Túlégett kenyer. Bencserévár. Mi? Bencserévár. Mi?
Mi? Felcseréltem a székezeteket mindenhol? Úristen. Milyen billentyűzeted van, Bence, tudom, hogy a te ékezeteid jobbra mennek? Nem, mi? Miért neketek, tök, nektek nem? Ja, ez mindenhol, jó? Hát, hát egyáltalán mennek. Mint egy így fura, hogy nagyon, nem tudom, nekem fura, hogy tőle. A pirítós elégett, és ettől Bence megijedt. De látszik a fájdalom azon az arcon. De milyen hatásszünetet tartotta? Megjettelet. Nekem a pirítós tetszik. Ez majdnem ugyanaz. Azt a... Azt szerintem az így bre nyíl dé. Bre alvor. Ez szép, ez szép. Így van. Niki Minás kellett volna az részben. Valaki ráejtőernyőzik egy ház tetejére. Nehezebb. És narancsánkat kell rajzolni a rózsaszín helyett. Call of Judith. Visheskod gameplay. Ja, jó. Tudom, nagyon jó. Aztán, ez tök jó az is. Ez jó. Kockába kezdve legyenek az emberek. Mi ez a Nem volt időm mit írni. Az a B verziója az én lebznek. Nem tudtam. Nekem ehhez késő van. Jaj, de jó. Bepis ember a Vidán Parkban. Jézusom! Szegész jó. Nem tudtam, hogy orrás keresztül. Nem elég, hogy Bepis még emós is. Igen, jó kis emós saját. Nem tudom ti, hogy vettek, de ez neki inkább ami hajítógépnek néz ki, hogy felnapszállnék. Az ember a bal oldalon, az most megfojtja magát, vagy ez nincs. Az a Bepis ember igazából éppen felkötött. Gyerek nem fogja fel, hogy pörgetni kell a képeket. De a jobb oldalt az egyik kabinban valaki a barátját fogta és felbaszta a plafonba. Az egy lufi. Mik azok a banner dizájnok ott? A... Ventilátoros ember nézi a banner-t. Ja, banner. A banner-t. Ez Holocska rá mindig így Ez nagyon. Bence és Vidman kollaboráció. Most szegény Vidman, ez egy darab alma kell, és ennyi. Benzének nincs keze egy narancsgömbben. Pedig tök megpróbálkoztam a Vidman logóval. Most... ez más lesz. Középkori lovag, nem Bence, a körben ül. Ez a nem Bence, ez ilyen nevezzük. De most miért nem Bence, hogy itt, mert itt... Az megépült előbb a bőre. Szépen anatomailag felépíti. És kapott egy ilyen fémbugyit amúgy. Láttam, ahogy a szövetei létrejönnek. De jó. Ők egy ilyen tangát kapott. Egy bacsi felszerelézel. Bacsi. Lézer, felszere lézer. De amúgy itt, hogy nincsenek ékezeteid, de a kőre azért maradt egy kis ékezet. Egy mérges farmer fenyeget fejszével és lapáttal. Ez még rosszabb lenne. Az a sapka, az nagyon... Elfogytasztél. A falusi ember baltával és ásóval áll és káromkodik. Azt már nagyon a végén rajzoltam azt a sapkát. De még egy rajzot nagyon. Az avarat vagy az avatár? Nem, ezt nem tudom, hogy rajzoljon le. Micsoda? Jaj, a szeme! Miért az avar? Nagyon kis pici, ilyen mészik szlap. Jaj, én ebből tudom, mi lesz. Igen, rákerestem, hogy mi az a spik és valami orosz település, de amúgy... Spik? Két űrlény táblával a kezében, ami azt írja, hogy Imblue. Aha. Imblue Baby Girl izé éneklik. Miért Baby Girl? Honnan jött a Baby Girl két B-vel? Driver Girl. Babos lány. Imgirl. Énekel, vagy valakit le akar rövni? Fegyver, vagy megfogam úgy? Hát van Babi néni, Babi bácsi, most már van Babi girl is. Én úgy tökre elhinném, hogy ránk fog éppen az a karakter és fegyver. Az utolsó kép, amit látsz. Linda énekel, de kék. Ez már tényleg az. Ez már tényleg az. Törpilla zöld háttér előtt énekel. Tessék.
Dr. Papának fel, hogy biztosítani kell. Egy kívülszínű óvodás a tábla előtt énekel. A chat kedves üzenetet ír. Na jó, ez no. Hogy rajzolod le egyébként? Ezt még nagyjából így tovább. Jó, hát ezt nézve. Hát de ez egy nem létező dolog. Ki az? Mi ezt itt satet olvas? De miért vagyok ilyen boomernek, hogy ilyen potom is van oda? Az a mikrofon akart lenni, csak elkezdett az idő, pitty. Ja. Szerintem nálam ment el ez az egész. Nem. Babke? Pont ilyen fejem szokott lenni, Twitch-en. Ez a legszebb fog, amit valaha láttam. Ez a legjobb. Be kell rakni. Nem tudom. De ezt most miért van felvéve? Látom, hogy ez rögzítve van. Mehet a vlog chaton, nem? Hülyenyérek mutatja az egyes dobákat. Hogy buktam meg mindenből? Nem ez a Bence jogosítvány alternatív vending? Annyi lesz a címe, hogy a bukás. Egyre jobban leépülök, nézd már meg. Ez a része stroke után. Sok-sok egyest kap szegény gyerek. Jaj, szemét fogja. Úgy néz ki, mint a matek tanára. Igen, nekem is. Ida néni és a matek óra. Öreg Ida néni. Attól félek. Le is rajzoltam. Vagy le is írtam. Osztam! Ez ugyanaz a rajz, csak egy másik perspektívából. Nem akarom a következő képet látni. Egy matek tanár, Marika néni, szép csapja az asztalt és gonó. Gono. Hogy lehet ilyen pici? Mi Baldur, ezt 2 perc alatt, ez sikerül, nézd már meg a holórajza után. A kettő egymás után nagyon jó. Itt egy összehasonlítás. Holónak a becsapódás, a vonalzó becsapódásának az effektje kidolgozott. Meg a bajsza a néninek. Bence, veri az asztalt. Ez mi? Az szép. Ez portál gun. Nem portál, az a gerizmodban a izé fizikgán. Egy nyugdés villagőr portál gunnál levegte tárgyakat. Egy fogyatékos chest horgászik. Tudom, meg felkapni, de a fizikának nincsenek ilyen kiálló tarjaját a végén. Ajjaj, ebből kezdődött. Egy láda pecázik egy tó. Egy tó. Jaj, ebből lett az a izé. Ebből lett, igen. Ebből lett. Jaj. Egy láda horgászik a folyóban. Eddig még jó. Én rontottam el megint. Oh, no. Crafting table. Egy 3x3-as tábla csoki horgászik. Nekem kufri volt meg, ott van, jó? De nézd meg, ez hogy nem gofri, tehát ez gofri, nutellás. Az egy tábla, egy nutellás gofri horgászik. Hát ott van, hát másik a színe. Miért más a színe? Az már inkább lekvár. Megy, hogy ilyen. De jó lett ő is. Ugye az nutellára marad, de nem baj. Gofri horgászik. Végül is a formánál megmaradt, hogyha úgy nézzük. Csokoládé arc horgászik. Csokoládé arc. Na, hát itt az egyedül dolog, hogy megmaradt az a hort. De mit rám? Nem, ez valamelyik filmben volt, hogy ilyen öreg asszony. Kisfiú horgászok. Az egyedüli dolog, ami megmaradt az a horgászok. Hogy lett a csoki fiúból megint Bence? Bence horgászik. Kis vagy a Minecraft szerver. Azt nem láttuk már az előbb. Ez a folytatás. Kifagyott a Minecraft. Jaj, ne! Itt kerül a gátocsal. Valaki leszpriccelte a monitort. Kérdezzétek, hogy mi ez? Kameha, meha! Csak leszpriccelte. Elfusztelős spriccel. Jó, és szerintem nálam rontozott el egy picit. Egy ember rátesz egy tavat a tévére. Megfogta a tóblokkot, azt lerakta. Meha. Végülis amúgy nem... Ez már itt a vatárom. Egy barna hajú ember beborítja a monitort, vagy lami kék cucc. Vagy lami. Zoli, te egyszer is befejezted a mondatot, amit írtál. Hát itt megpenészedett már egy... Bencusz egy kék foltos tévét tart a kezében. Tök mindegy, hogy milyen karakter, igen. Így is úgyis Bencusz lesz belőlem. Tudom, itt Rolly, itt mi történt a billentyűzetedben? Ó, ez Bob Ross akart lenni, jó. Haját festés, avagy gyerekből felnőtt be.
Nice. Ki vannak elem, ki vannak elem a lényegek. Takatál, Schiffer. Schiffer lezárta. Takatál. Ez ilyen filmcímnek is elmondja. Lavajam lahán járkál. Na, na tessék, ezt a sztorit is folytatni kell meg, ugye. Blahajjal. Jaj, de szomorú. Blahán én is szomorú lenni. Blahaj a nightclubban. Az egy violin kulcs amúgy ott jobb alól. Sőt, ha nem mondod, akkor inkább ignorálj. A tápazenére táncol napszemüvegben. Mi az a kör? Ez egy lámpa. Ez egy ilyen asztali lámpa. Isten, de jó lenne egy olyan IKEA-s termék. Blahaj alakú lámpa. Ez egy reflektor. Nem az lesz. Cápa portál beszívja az egértörés videót. Jaj, ne! Nem tud, mi az. Nem tudod, mi az. Nem baj, nem baj, nem baj. Hát én sem tudom. Nem baj, ezt már elfelejtettük ezt a videót, ilyen nem volt. Nem, ez ott marad, ez ott marad. Valamennyit próbáltam megkeresni, hol van, és nem találtam. Nekem haverom küldte el régen, de már nincs meg ez a haver. Nincs hát. Egy rendőrhal vizsgálja meg egy medúza jogosítványát. Bent megölte a haveromat, ez az. A videó nincs be. Nem a haverom. Ez ennyi nincs. Hogy lenne? Valamilyen parkúr. Elindultunk egy éneklő bálnától odáig, hogy most ilyen firkálmányok vannak. Ja, ott a halál. Hidegre tette egyes emberek barátait. Csak hogy ne kerüljön ki az egértöré. Nincs. Egy kalapos hal és egy medúza dolgoznak. Jaj, te jól dolgozgatnak. Ez megint de jó. Bence, véletlenül nem holórajzoltam, hogy a képet amúgy. Gyártósorra kerültek. Köszi a játékot, jó volt. Folytatjuk még meg a gúzt is, a gúzgúzzákot, majd arra is várok mindenkit.